A szeméttározók mellett az utóbbi napokban megnőtt a kidobott karácsonyfák mennyisége. Évente ezekből mintegy 200 köbméternyit gyűjt össze Székelyudvarhelyen az Ave Hargita Kft. Az amúgy alacsony energiatartalmú tűlevelű korábban még tűzifának sem kellett senkinek. Komposztként sem túl tápláló, továbbá a fákon maradt szaloncukros papírok erre még inkább alkalmatlanná teszik. Idén végül került egy cég, aki pelletet készítene a kidobott fenyőkből. Kidobott karácsonyfák mennyiségét figyeljük, azt amikor egy autónyival összegyűl, akkor elszállítjuk őket a gyűjtőpontok mellől, illetve a házak elé kitéve. Most az idei évben először a karácsonyfák azok energetikai hasznosításra fognak kerülni, első lépésben pellet készül belőlük, és utána ezt pelletes kazánokba fogják használni. Bár a városi távhőszolgáltató is jelezte, hogy tüzelőanyagként felhasználná a kidobott fenyőket, egyelőre kérdés, hogy megvalósul-e ez a terv, mivel a biomasszás kazán az Áve által darabosra őrölt fát nem tudja felhasználni, számolt be a D3 híreknek Rádúj Mihály, a távhőszolgáltató igazgatója. Mint mondta, finomabb állagúra kellene őrölni. A kidobott karácsonyfák ugyanolyan megítélés alá esnek, mint a gyűjtőpontok köré lerakott más hulladék, így mindenféle többletdíjszabás nélkül szállítja el a hulladékgazdálkodási vállalat. Van, ahol már csak a fenyőágak maradnak. Az Ave Hargita Kft. Munkatársai szerint ez feltehetően azzal magyarázható, hogy például a kertesházban élők passzújkaróként hasznosítják újra a fa törzsét.